Fajsúlyos kortárs filmalkotások bemutatása vette kezdetét február 13-án az Eszeveszett mesék című argentin-spanyol vígjátékkal a Vigyázó Sándor Művelődési Ház filmklubjában. A hét produkciót felvonultató vetítés sorozatra két hetente kedd esténként 18 órai kezdettel kerül sor az intézményben, ahol ismert rendezők 21. századi társadalmi és lélektani problémákat feldolgozó alkotásai kerülnek terítékre 3 hónap alatt. A 11 éve sikeresen működő filmklub kortárs szekciójában szereplő 7 alkotást úgy válogatták össze, hogy a résztvevők számára igazán elgondolkodtató repertoárt biztosítsanak. A bemutatott filmek mindegyike számos nemzetközi díjat nyert, ahogyan az elsőként levetített Eszeveszett mesék című vígjáték is, ami egy kiváló fogadtatású úgynevezett sketchfilm, nagyon erős társadalomkritikával, mondta el a filmklub vezetője Horváth Tibor. Ezek a filmek, illetve azoknak az alkotói egyáltalán nem voltak szívbajosak, amikor megírták a forgatókönyvet, és mondjuk ezt leforgatták, ezt látni fogjuk már ma este is az Eszeveszett mesékben, ahol ugye arról szólnak a történetek, amikor az embernek elpattan a cérna, amikor úgy nagyon-nagyon tele lesz a hócipője az adott szituációval, nem is nagyon tud mit csinálni, illetve megalázzák őt, vagy egy annyira abszurd helyzetbe keveredik, amit nem lehet úgy elsimítani, hogy jó pofát vágunk hozzá. Az új tematikájú filmklub első rendezvénye telt házzal vette kezdetét. Horváth Tibor a vetítés előtt ismertette a tavaszi időszakban bemutatásra kerülő kortárs filmeket, beszélt azok rendezőiről, valamint az alkotások eddigi fogadtatásáról is. Klubvezetőként emellett az összejövetelek mindegyikén igyekszik megosztani tapasztalatait a jelenlévőkkel, az aktuális színdarabokról, művész és közönségfilmekről. Kultúra faló emberként heti rendszerességgel járok moziba, a színházba, és amikor olyan előadást vagy filmet látok, amit úgy gondolom, hogy föl kell rá hívni a figyelmet, akkor én ezt megteszem. Tehát azért ez a felvezető, ez túlnyúlik az adott estének a tematikáján. Mindig van benne színházi ajánló, van benne mozi ajánló. Most például láttam ugye valami Amerika 3-nak a sajtóvetítését, ezt még nagyon kevesen látták Magyarországon. Csütörtökön lesz a bemutatója, és akkor erről is ejtek néhány szót, mert nyilván nem vagyok sznob, tehát tudom, hogy a közönségfilmeknek is azért nagyon nagy látogatottságuk van, főleg mostanában, gondoljunk csak a Kincsemre, hogy hányan nézték meg, vagy a Viszkist, és úgy gondolom, hogy jó, hogy erről mondok egy érdemi véleményt. A kortárs filmklub következő vetítése február 27-én lesz, ekkor a 2014-ben bemutatott Lavina című svéd filmdrámát láthatják majd az érdeklődők. A további mozi estek időpontjairól a Vigyázó Sándor Művelődési Ház honlapján, illetve Facebook oldalán tájékozódhatnak.